Mennyit ért. Másnap az ügynök megint hívott, na mi volna még eladó? Egy tag, vagy egy ki, vagy egy ki, vagy egy tag. A hangom már nem elég. De! Aztán csörgött a telefon, nézd édes hang beszélt. Dekám, fizetek fülekért, fogakért, szemekért. És ha volna még valami eladó cucc, minden is érdekel. Na de nincs, az a pénz. Na de nincs. De látom, hogy mennyit is érsz. A képezett része nem leszek. Lehet majd, hogy esek kelek, de nem adom el. A szívem nem adom el. Oh, a képezett része nem leszek. Lehet majd, hogy esek kelek, de nem adom el. A szívem nem adom el. De mindig betalál valaki, mindenre van vevő. Aki azt hiszi, hogy amit akar, az mind megvehető. És bármilyen vágyuk is, vágyért is megéri bármi ár. De te nincs, az a pénz, az a pénz. Na, de nincs. De látom, hogy mennyit is ér. A képezett részre nem leszek. Lehet majd, hogy esek kelek, de nem adom el. A szívem nem adom el. A képezett részre nem leszek. Lehet majd, hogy esek kelek, de nem adom el. A szívem nem adom el. A szívem nem adom el. Dúdolható, álmodható, hallgatható, bírálható. Yeah! Olai Bolya és a Nem adom el, Födő Sándor, Hegyi György és Csakmag Vivien dalszerzők. Szerzeményeket. Úgy felrobbant a színpad. Köszönjük szépen. Én hátul végig énekeltem szegény Viktor nagy bánatára, de elképesztő. Az előadás. Az jó volt. Misi, neked is jó volt. Hova kezdjem? Mi magyar embereknek a számára van egy zeneszerző, aki véleményem szerint Magyarország legkomolyabb zeneszerzője. A nevét nem fogom elárulni, pici egyébként, de attól sokkal nagyobb, mint zeneszerző, mint ember. És neki van egy iskolája. Ezt az iskolát hallhattuk most itt, értsd jól. Azok az emberek, akik most ott álltak melletted, beleértve téged is. Volt szerencséd neked is muzsikálni vele, Szabó Tamásnak is, Födő Sanyinak is, Papes Petinek is. És én ezt az iskolát hallottam, ezt az alázatos iskolát, azt a fajta alázatot, ahogy hozzá kell nyúlni a zenéhez, ahogy jelen kell lenni a zenébe. És picit irigy voltam, hogy de jó lenne ott csücsülni mellettetek. Ez felemelő volt. Tényleg az. Tényleg az, hogy nem akarjuk túlművészkedni ezt a történetet, mert nem erről szól a művészet. Köszönöm az élményt neked. Köszönjük szépen. Gyuri, itt újra megszólalt a szájharmonika is. Mi volt a véleményed? Meg, és egyáltalán nem véletlenül hívtátok a Szabó Tomit. Mert neki olyan csodálatos lelke van a hangszerhez, hogy ebbe a dalba az kellett, amit ő muzsikál, és szívből gratulálok és köszönöm. Még véletlenül sem minősíteném őt, aki nálam jobb bluesharmonikás, a legnagyobb tisztelettel gratulálok neki. És a dalról pedig az a véleményem, hogy jött a rock and roll, azt itt is maradt jól.
Köszönjük szépen. Kati, kérünk tőled egy pontszámot. Igen, te egyszer prüttyel is, te vagy rock and roll, tényleg eszvetlen jó volt 10. 10. Wow, ez határozott volt. Péter. Csak egy eszmei kérdés. A Szabó Tomi honnan lőtte ezt a jó piros csukát magának? Majd utána megbeszéljük. Eszeveszett 10 pont, nem tudok már. A dalra, a cipőre egyaránt. Dalra, cipőre. Kérünk szépen egy pontszámot. Már biztos, hogy nem leszel a gépezet része, 10 pont. És akkor Misi, már csak te vagy hátra. Az utolsó produkció. Ibolya, számoljunk, te azt hitted, hogy 60 a maximum. Akkor elárulom, hogy... Az igazság az, hogy itt álltam, és teljesen extázisban voltam, és gondolom. Csak annyit hallottam, hogy azt mondtad, hogy kérlek, Ivi, foglalj helyet a pályába. Komolyan ennyit hallottál belőlem? Ennyit. Várj, akkor, jól végzem a munkámat. Elárulom, hogy 40 a maximum, és én hozzájárulok azzal a 10-essel a 40-hez, a maximumhoz. Várjál, Ibolya, várj, akkor gyere közelebb, hogy jól halljál. Szóval ez azt jelenti, drága Ibolya, hogy 40 pontot kaptál. És ez mit jelent? Mást is jelent. Te vagy a ma este harmadik továbbjutója. Yeah. Ott leszel a döntőben. Jó? Hallottad? Jó lesz?